Mátéfi Eszter szakmai igazgató és Dévényi János edző irányításával gőzerővel készül a Kispest elleni mérkőzésre a kisvárdai csapat. A játékos keretben jelentős változások történtek az elmúlt napokban, távozott Schmid Eszter és a horvát Lea Vukojevic. Helyükre válogatott játékosok érkeztek, a jobb szélső Orbán Adrien már pályára lépett a legutóbbi fordulóban korábbi csapata a Győr ellen, ketten pedig hétfőtől készülnek együtt a többiekkel. Az irányító átlövő Tóth Gabriella és a norvég beálló Hanna Itterenk is igyekszik minél hamarabb beilleszkedni a bennmaradásért harcoló csapatba. Elég magasan kvalifikált játékosok, tehát az ilyen játékosoknál a beilleszkedés is könnyebb és gyorsabban megy, hogyha ilyen magas színvonalú játékosokról van szó. Jól mozogtak, látszik rajtuk, tehát hogy komoly képességeik vannak, nagyon jól fog tudni őket használni tavasz során, illetve ki tudjuk küszöbölni most már ezt a rendre problémánkat, hogy most rában a végjátékokra fogytunk el. A kezdősorról, amikor elfáradt, akkor ott a végjátékokból többet hibáztunk, hogy tudunk frissíteni. Ugye, illetve Orbán Adrián ugye már Győr ellen játszott, de én már a harmadik hete ez a csapattal, és nagyon nagy erősítés, tehát azon a poszton azért voltak hiányosságaink erőteljesen, mind védekezésben, mind pedig támadásban. A 38-szoros válogatott, győri színekben 7-szeres bajnok és kupagyőztes, 2-szeres bajnokok ligája győztes Orbán Adrián szerint új csapata biztosan meghosszabbítja élvonalbeli tagságát. Nagyon intenzív edzések vannak, nagyon sok edzést tart az Eszter, úgyhogy a fizikai állapotban biztos, hogy nem lesz hiány. Úgy gondolom, hogy a taktikában még többet kell gyakorolnunk, mert azért így most, hogy én szélen mondjuk tudom így a dolgokat, de például a Gabinak ugye új dolgok vannak, úgyhogy még azokat be kell gyakorolni, de úgy gondolom, hogy nem lehet probléma. A válogatottban 8 alkalommal pályára lépő, 20 éves Tóth Gabriella a tavaszi szezonra kölcsönbe érkezett Győrből a kisvárdai csapathoz. Volt több komolyabb sérülésem is, és a játékidőmet kicsit emelni kellene, ez Győrben nem volt lehetséges, úgyhogy most jöttünk segíteni a kisvárdának is, és szeretném magamat újra a topra felvinni. A bajnokság 15. fordulójában a tabella 13. helyén álló kisvárdai együttes a mögötte lévő sereghajtó Kispestet fogadja. A mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban.